A Németföldi Gondozási Központban a klubtagokkal, még a Hegyvidék alpolgármestere is táncra kerekedett, részben annak örömére, hogy a 3 hónapos felújítást követően az idős emberek visszakapták kedvenc találkozóhelyüket. Fonti Krisztina és a klubtagok örömét akkor értik meg igazán, ha a központ vezetője elmondja, milyen állapotok uralkodtak itt néhány hónappal ezelőtt, amikor a társasház csatornarendszere tönkrement, és az összes szennyvíz a földszinti gondozási központban kötött ki. Egy hétig gyakorlatilag nem volt megoldva itt a szennyvíznek az eltüntetése, tehát itt, ha azt mondom, hogy hétfőn észrevettük, délutánra kitakarítottak, kedden reggel ugyanarra jöttek be, tehát ez körülbelül egy hétig így nézett ki, tehát hogy szó szerint feláztak az ajtók, a parkettal, tehát hogy itt nagyon legalább 3-4 centi magasan állt a szennyvíz magában az intézményben. Ilyen előzmények után elkerülhetetlen volt a gondozási központ felújítása. A munkálatokat egy teljes körű fertőtlenítéssel kezdték a szakemberek. A fertőtlenítés után kicserélték az ajzatokat a klubban, vagyis hát az érintett területeken, tehát a klubban, az irodában, a fürdőkben. Festés volt, egy tisztasági festés nyilván a fertőtlenítés után, tehát az megtörtént, ajtócserék történtek, mert hogy az ajtók oly mértékben föláztak, hogy azok használhatatlanná váltak. A fénycsöveket lecserélték LED panelekre, és már most látható módon kevesebb a villanyszámladíjunk, mint ahogy az eddigiekben is volt. Mivel ezeket a felújításokat a csatorna okozta károk kijavítása miatt el kellett végezni, a teljes rekonstrukció itt nem állt meg, hanem minimális többletráfordítással akadálymentessé is tették a klubot. Nyilvánvalóan minden idős számára jó az, hogyha minél kevesebb botlásveszély van egy ilyen helyen. Küszöböket vettünk ki, amik biztonságosabbá teszik a közlekedést a klubon belül is, illetve fontos az, hogy esetlegesen kerekesszékkel közlekedők is igénybe tudják venni a nappali ellátást. És ez az átalakítás, ez az akadálymentesítés, ez lehetővé teszi azt is, hogy demenciával élők integrált ellátása is történhessen itt ebben a nappali klubban is, ugyanúgy, ahogy egyébként a normafán ez már megvalósult. A Németföldi Gondozási Központ munkatársai most dolgozzák ki azokat a speciális programokat, amelyek segítségével a leendő demenciával élő klubtagjaik állapotát javíthatják, illetve segíthetik. A központ vezetője szerint körülbelül 10-12 demenciával élő hegyvidéki tudnak majd fogadni a Kis János altábornagyok. Szabom.